nemunk a nyűszíve elég összefoglalódott nekünk a mérkőzésre. Meglát a mérkőzés összefoglalódott, nem kell hagyozni, úgyhogy egy fájó vereség. Lehet volna egy kis, lehet volna úgyis, és úgy lett. Úgyhogy gratulálok a Debrecennek, jó játszottak. Megérdemelt. Megérdemelte? Hát én úgy gondolom, hogy nem játszott, hogy rosszul megvoltak nekünk is a lehetőségeik, azért a második félidőben is nagyon, hogy mindenképpen a győzelemre játszottunk. Persze volt olyan része is a mérkőzésnek egyértelműen, ahol a Debrecennek is lehetőségei voltak, ott kontrasztak. De ugyanúgy, talán az a minőség hiányzott belőlünk előre-fele, ami eldöntette volna, hogy javunkra a mérkőzés lehetőségek voltak. Nem játszottuk végül akciókat, de milyen volt kaptunk, hát nem tudom, ki lett át, nem tudom, felelített, én csak hallottam, meg láttam, meg mondták. Kezdi sok lett. Azt mondja, lehet, hogy Rittek Zoli azt mutatta, hogy a sportszáros mesét? Szétmarugolá. Én nem tudom, hát jó, nem, én most nem mondom a véleményemet, mert nem az, hogy eltiltanak, lecsuknak, hogyha elmondom azt, hogy gondolom. De hát, biztos magát el, biztos úgy csúszott be, hogy nagyon ott a magát. De hát jó, van. Zsolt, további kérdés, mert ő mindig fog. Ez döntött? Ez a jelenet? Úgy most ez olyan dolog, hogy most befolyás volt a nyilván. Azt, hogy én is mondhatnám azt, hogy nekünk kell nem mással foglalkozni, de most hát persze befolyásoltak. De nekünk attól függetlenül masszívabbnak kellett volna lenni, lehetőségeket be kellett volna rúgni.